Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Germán Gyógytudomány ingyenes webkonferencián és fórumon. Egy fantasztikus összefoglalást fogunk hallani a szemészetről. A címe az, hogy szemészet GNM szemmel, különböző szembetegségek és kialakulások valós okai. Azt hiszem, egy óriási fejezet címet nyitunk meg ma este ezzel a témával kapcsolatban. És aki egy picit is jártas a germán gyógytudományban, az tudja, hogy a germán gyógytudomány ugyanazokat a tüneteket más szemmel látja, másképp kezeli. Ne felejtsük el azt az egyetlen egy fontos dolgot szem előtt tartani, hogy a biológiánk nem ellenünk, hanem értünk dolgozik, csak nem mindegy, hogy értjük vagy nem értjük, mit tesz a biológiánk értünk. A szemészet GNM szemmel egy olyan összefoglaló előadást fog jelenteni, ami azt hiszem, hogy más megvilágításban helyezi az eddigi ismereteinket. De mi az, hogy GNM? Mi az, hogy germán új orvostudomány? Mi az, hogy germán gyógytudomány? Nagyon sokan hallottunk erről, és mindannyian hiszük és valljuk, hogy a betegségeink mögött nem fizikai okok, hanem lelki okok, lelki háttér húzódik, de ezt egyedül pontosan és precízen csak dr. Rikegert Hámer írta le, ennek a csodálatos felfedezésnek a hogyan járom mikintéről már nagyon sok webkonferenciában hallottunk, ma is szó esik majd erről. Szeretném, hogyha egy új megvilágításban helyeznénk az eddig ismereteinket, és egy másik szempontból is megnéznénk mindazt, amit a szemünkről tudunk. Én személy szerint két kérdésre szeretném a választ megkapni. Azt hiszem, hogy az első egy banális közhelyként fog hangozni mindannyiunk számára, hogy a szem a lélek tükre. Hol lehetne ez igazabb, mint a germán gyógytudományban? Hiszen lelki megrázkódtatásokról beszélünk, szeretnénk ezeket, ha feltárnád számunkra kereszt. A másik nagy kérdés, hogy igaza volt egy Saint-Exupérynek, hogy igazán jó, csak a szívével lát az ember. Ezekre a kérdésekre várom a választ, keresem a megoldást, de ahhoz, hogy mélyebbre tudjunk ebben a témában ásni, ahhoz hallgassuk meg, hogy hogyan szól a szemészet GNM szemmel. Fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, Dr. Budai László Károlyt, orvos természetgyógyász és életmód tanácsadót, és nem utolsó sorban germán gyógytudomány terapeutát. Köszönöm szépen ezt a szuper felvezetést, Olga, és igen, nem csak játszani fogunk a szavakkal, hanem a dolgoknak egészen a mélyére fogunk nézni, mert azért azt ugye tudjuk, hogy lélek-agyszerv összefüggéseket, és ezt tudományos táblázatban dr. Rikegert Hámer helyezte, ez az ő hatalmas műve, a germán gyógytudomány tudományos táblázata. És azért lett germán gyógytudomány a germán új medicinából, mert rengeteg félefajta új medicina jelent meg, és mindenkit meg akarta különböztetni, Hámer doktor, ezt a hát, Nobel-díjra érdemes felfedezését, ami ugye elmaradt, de attól függetlenül a jelentősége az egyszerűen csodálatos. Hámer doktor az a fantasztikus orvos, teológus és fizikus is egyben, aki a családjában megélt tragédiának köszönhette ezt a felfedezést, hiszen, amint azt röviden, tömören mindig elmondom, a 19 éves fia 1978. december 7-én a karjai köz halt meg, bár előtte 111 napon keresztül Hámer doktor mindent elkövetett, hogy megmentse a fia életét, és ezután jött az ő heredaganata, ami elgondolkodtatta, hogy kell legyen valami kapcsolata a fia elvesztése, halála és az ő here daganata között. Most a lényeg Hámer doktor könyvéből idézve a következőképpen hangzik. A különböző szembetegségek és kialakulásuk összefoglalásban dr. Rikegert Hámer a következőket írja.
Az akadémiai orvoslás képviselői soha nem fedeztek fel összefüggést a lélek és a szervek között, ahogyan a konfliktusok és a szervek között sem. Ha azonban ismerik a germán gyógytudomány öt biológiai természettörvényét, és mindhárom szinten lélek, agy, szerv a megbetegedések lezajlásának tipikus tünetei, akkor ezek az ismeretek lehetővé teszik számunkra, hogy ok-okozati módszerrel úgy szólván reprodukálható és értelmes módon növekedjünk. Ez a fejlődés történet vagy embriológiai szerinti történő besorolás. Ha ezeket a különböző daganatokat, duzzanatokat vagy funkcióváltozásokat ezen fejlődés történeti, illetve ennek kritériumai az úgynevezett csiralemezek alapján rendezzük el, akkor hirtelen minden magától a helyére kerül. Egy konfliktus megoldása esetén a rákvas törvénye és megbetegedések két fázisú lefolyásának törvénye szerint ez az orvostudomány első szisztematikus rendezése. Igen, és ez pontosan így is van, és hogyha egy kicsit részletesebben belemegyünk, akkor az első biológiai természettörvényből kiderül tehát, hogy minden olyan lelki megrázkódtatás, amiben benne ragadtunk, ami hirtelen, váratlanul, nagyon súlyosan érintett minket, az agy közvetítésével fog elindítani egy szervi elváltozást. Ez a lélek-agyszerv tengely van leírva a tudományos táblázatban, és német precizitással. Az első biológiai természettörvénynek a felfedezése azért nagyon fontos, mert nem kiderül, hogy a megbetegedéseink azok nem a szerveink össze-vissza működéséből adódnak. A szervi elváltozást mindig megelőzi egy lelki megrázkódtatás, és ez az agy közvetítésével fogja nagyon pontos rendszer szerint megtenni mindazt, amit megtesz. Tehát nem Isten csapásaként kell a betegségekre rájöjjünk, hanem tudnunk kell, hogy egy feloldatlan lelki megrázkódtatás az oka. Mert az a baj, hogy benne maradunk a konfliktusban. Ha lezárnánk a napjainkat békével, akkor minden, ami a mai nap is megtörtént velünk, ami érzelmileg megrázott minket, hogy szoktuk mondani, mint Isten a vargát, és a holnapi napot tiszta lappal kezdenénk, ha megtanulnánk a pillanatnak örülni és nem félelmekben élni, akkor igen, mindig képesek lennénk megőrizni az egészségünket. Ne felejtjük azt se, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, vagyis az emlékeztető körülmények, amelyeknek az a lényege, hogy a túlélésünket biztosítsák, hogy legközelebb hasonló körülmények közt már a program konfliktus nélkül is elinduljon. Na ez lesz az, ami biztosítja számunkra a krónikus megbetegedéseket. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, ezt ne felejtjük el, és épp ezért érthető, remélem, a weblapunknak a vezérgondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mert ő az egyetlen, aki el tudja mondani, hogy ő mit élt meg. A történetet mindenki el tudja mondani, de mindenkinek más és más megélése lesz egy adott helyzettel kapcsolatban. A második törvényben Hahner doktor rávilágít arra, hogy két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram. Nem betegségekről beszélünk, hanem olyan túlélő külön programokra, amelyek különben nem indulnának el, csak ha mi elindítjuk. Mivel indítjuk el? Itt van az első háromszögben a DHS, Dirk-Hahner szindróma, ami azt jelenti, hogy Hahner doktor a fiáról nevezte el a rák vas törvényét, az első számú biológiai természettörvényt, hiszen fia álmában megjelent és biztatta az apját a kutatásra, hogy jó nyomon jár. És ha nem történik meg a fiával ez a súlyos történet, ha nem veszti el Hahner doktor a fiát, akkor nem tör ilyesmi a fejét. Tehát a felfedezések mindig abból születnek, hogy van egy gondolat, egy kérdés, amire a választ meg szeretnénk kapni. És mint mondtam, Hahner doktor elgondolkodott rajta, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia halála
elvesztése és az ő heredagalata között. Tehát, amikor elindul egy biológiai program, mert megtörtént a váratlan, meglepetésszerű történet, és beleragadtunk a konfliktusba, amíg ebben benne vagyunk, addig ezt úgy hívjuk, hogy konfliktus aktív szakasz, és itt a stressz minden tünetét élvezni fogjuk. Nem érezzük magunkat betegnek, mert feszültek vagyunk, idegesek. A visszatérő gondolatként ott van bennünk, mondjam azt, hogy rágódunk azon, hogy hogy lehetne megoldani mindazt, amin érzelmileg még nem tudtuk magunkat túltenni. Igen ám, de ez alatt az idő alatt a biológiai választ, segítséget nyújt arra, amit mi érzelmileg nem tudunk megoldani. És amikor megoldjuk a problémát, akkor mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünk érdekében elkövetett a biológiánk, a megoldási szakaszban az helyére fogja tenni. És itt megyünk orvoshoz, amikor megjelenik az első piros színnel jelzett meleg tünet, ugye? A gyulladás minden tünetét itt élvezni fogjuk. A duzzanatot, a melegséget, a fájdalmat, a lázat és a működés visszafogottságát. A gyulladásos tünetekkel egy időben fejfájásunk is lesz, mert nem csak szöveti szinten, hanem az agyi központban is lesz vérbőség, vagyis duzzanat. És mindennek az epileptoid krízis vett véget, ez a felfelé mutató nyílpont azt jelzi, hogy az agyi relé helyre áll, kipréselődik a víz az agyi reléből és szervi szinten is, és ezután jön a gyógyulás befejezése a hegesedési fázissal, ahol extrém fáradtságot élünk meg, de ha mindezt tudjuk, hogy mi történik és hol tartunk, és megnyugszunk, akkor a program kifut a végéig, és eljutunk a gyógyuláshoz. Természetes a gyógyulás végpontján nem biztos, hogy ugyanolyan lesz az állapotunk, mint volt a kezdetén. Ezt most már nem részletezem, mert az egyes programoknál ez mind szóba kerül. A krónikus betegségnek az lesz az oka, hogy nem érzelmileg oldjuk fel a konfliktusainkat. Van olyan, hogy egyáltalán fel se oldjuk a konfliktust, ez a biológiánk teljes kimerüléséhez vezet, vagy egy beállt működés változásnak az állandóságához. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy a program mindig kifut elejétől a végéig, és újra meg újra elindul. Miért? Mert ritkán kerülünk sínre. Ha feloldottuk volna érzelmileg a konfliktusunkat, a sínek eltűntek volna. Ugyanaz a helyzet a függőgyógyulásnál is. Nem érzelmileg oldottuk föl a konfliktust, és ezért a gyógyulási szakaszban elszenvedett újabb és újabb sínek, ezek a kék szakaszok, ezek elakasztják, leállítják a gyógyulásunkat, majd újra elindul a gyógyulás, és újra leáll. Tehát ez lesz a függő gyógyulás, ami szintén a folyamatos gyulladásos tünetek jelenlétét biztosítja. Amint azt a bevezetőben elmondtuk, az embriológiára épül a germán gyógytudomány. Ez adja a tudományos alapját, és mindaz a megfigyelés, amit a természetben bárki, de bárki meg tud figyelni. A három csiralemez röviden annyit jelent, hogy a fejlődés történet során, tehát a megtermékenyült petesek osztódása során eljut egy olyan fázisba, egy olyan helyzetbe, amikor az a rengeteg sejt a szedercsira állapotból átalakul három csiralemezzé, és a három csiralemezből adott szövetek fognak kialakulni, adott szervek, és ezeknek a szerveknek mindvégig megvan a megfelelő agyi irányítása. Ezek a dolgok nem változnak, tehát innentől kezdve a metasztázisoknak az elmélete az csak egy hibás elmélet, még senki bennem bizonyította, hogy a prostata sejten valamilyen úton, módon el tudna jutni a csontomba, és ott csontsejté alakítva valami más csinálna. A germán gyógytudományban az a gyönyörű, hogy mindennek, de minden biológiai programnak egy kiváltó oka van, úgy hívjuk, hogy DHS, két szakaszban zajlik, és a három csiralemezből való eredetünk fogja meghatározni, hogy a sejtjeink mit fognak a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban elkövetni. Nem részletezem most ezeket a csíralemezeket, mert tényleg egy hatalmas anyagról van szó, akit érdekel a
az öt biológiai természettörvény, legyen szíves utána nézni. Az egyetfejlődésről, az embriológiáról van tehát szó, sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát azok a sejtek, amelyek a konfliktus aktív szakaszban, itt mindig sejt szaporulatot indítottak el, akkor a megoldási szakaszban a felesleges sejtek lebontása kötelezően meg kéne történjen. Ha pedig a sejtek sorvadásával segített a biológiának a konfliktus aktív szakaszban a túlélésért, akkor az a megoldási szakaszban azt jelenti, hogy vissza kell épüljön. Ha pedig működés gátlással kezdődött valamilyen program a túlélés érdekében, akkor a megoldási szakaszban ez a működés helyre kell álljon. Ez teljesen egyszerű és logikus. És a sejtek nem össze-vissza működnek, hanem pontosan a három csiralemeznek megfelelően. A negyedik természettörvény a bennünk élő mikroorganizmusokról kijelenti, hogy ezek a mi segítőink, és nem az ellenségeink. Természetesen, hogy ha kóros számban szaporodnak el, az csak abból adódik, mert nem oldottuk fel a programot, és ugye ők mindig a megoldási szakaszban segítenének nekünk a gyógyulási fázisban. Vagyis a belső csiralemez feleslegben létrejött sejtjeit, ha megoldottuk a programot, el kell bontani, mert egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen. Itt a gombák segítenek nekünk a lebontásban. A kisagy által vezérelt szervekben a gomba baktériumok. A fehér állomány által vezérelt szervekben a baktériumok segítenek visszaépíteni, és a vírusok pedig a külső csiralemezhez kötött szerveinkben segítenek visszaépíteni azokat a sejteket, amelyeket lebontottunk konfliktus aktív szakaszban. Erre fogunk példát a szemészet kapcsán is. És az ötödik természettörvény az a megértés törvénye, ami feltette a Hamer doktor munkásságára a koronát, hiszen ez az a törvény, amit egy 10 éves gyerek is egyből el tud mondani, mert minden, ami él, az élni akar, és minden, ami él, az a faj fenntartásért és a túlélésért küzd. Na most, hogyha ezeket a bennünk zajló biológiai programokat, most már megértjük, hogy minden a túlélés és a faj fenntartás érdekében történik, akkor már nem nevezhetjük ismeretlen, rosszindulatú vagy gyógyíthatatlan betegségeknek. Nincs gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg. És a beteg akkor lesz gyógyíthatatlan, ha nem hajlandó feltárni a konfliktusait, és a második lépésben nem hajlandó ezeket valóban megoldani. Ha valaki ragaszkodik az önsorsrontó gondolataihoz, a tanulmányaihoz, nem hajlandó semmi újat befogadni, ha ragaszkodik a rög eszméihez, akkor sajnos ezeken az embereken nem lehet a germán gyógytudomány segítségével gyógyítani, nem lehet rajtuk segíteni. Hamer doktor rámutatta arra, hogy a DHS az, ami valójában elindít minden külön programot. És ahhoz, hogy megértsük, hogy itt miről van szó, ehhez egy kicsit részletesebben bele kell mennünk az öt természettörvénybe, de erről már van webkonferencia előadás is, és van előadás videó felvétel is, akit érdekel, nézzen utána részletesebben. Szeretném megmutatni, hogy Hamer doktor az orvosi kart, mikor elvégeztek, 62-ben végzett, ugye akkor tett államvizsga dolgozatát, majd 63-ban a licenc vizsgáját is letette, és éppen személyzetből írta ezt a licenc dolgozatát az adaptinol hatás vizsgálatáról. Láthatjuk, hogy a könyvben a címét és a szerzőjét a nőnek, ugye dr. Rikegert Hamer 1963. Nagyon örülök annak, hogy sok-sok Hamer doktor által leírt mű mellett
ezt az egyetlen disszertációt is sikerült megszerezzük, amikor ezeket a forrásmunkákat mi begyűjtöttük. Ebből egy van. Ebből egy van, vagy igen. Lehetséges, hogy még egy a Hammer doktor családtagjainak. Hát ott igen, lehetséges. És nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy ezt a disszertációt ját is a feleségének ajánlotta. Zigritnek eltötelezve. Hadd mondják el annyi műhelytitkot, hogy a gyárcsukló hangon vetted kezedbe ezt a könyvet, amikor megkaptad. 1963-ban kiadott példányról beszélünk a mester-mester munkáját. A mester egyik mester munkáját. Hát igen, akkor ő a személyzetről még nem tudta azt, amit azután írt le, hogy felfedezte az öt biológiai természettörvényt, és ha összefoglalnák, hogy melyek azok a félelmek, azok a konfliktusok, amelyek a szemben valamilyen biológiai programot elindítanak, akkor látnunk kell, hogy ez a vizuális elválasztási konfliktus, hátulról jövő félelem, a látáshoz vagy valamilyen látványhoz kötött intenzív megélések és fénynek a hiánya. Ugye, aki ismeri a tudományos táblázatot, tudja jól, hogy a sárga színnel az mindig az belső csiralemeznek a sejtjeit ábrázolja. Hammer doktor, látjuk a narancssárgával a középső csiralemezt, és a külső csiralemezből származó sejteket pedig piros színnel. Na most tudjuk már, hogy ugye a külső csiralemez a birtok konfliktusokkal és az elválasztási konfliktusokkal foglalkozik. Hát lám, itt van a szaruhártya, itt van a kötőhártya, mind a kettő piros színnel jelölve, a természetesen, hogy az a retina is, az ideghártya is piros színnel van jelölve, tehát hogyha itt elválasztási konfliktusról beszélünk, és szemről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy egy vizuális elválasztási konfliktusról beszélhetünk, vagyis az Eltűnt a szemem elől című nagylemezt hallgatjuk. De nézzünk bele, hogy miért oly sűrű ez a mai nap. Mert azért hát megpróbáltam összevetni az akadémikus tudást a germán gyógytudománnyal, és erre nézünk rá GNM számára. Egyedül még egy közbeszólás, drága Kereszt. Szeretnék még egy műhelytitkot megosztani a kedves hallgatókkal. Mindent nem kell elárulni. Szeretném a tudnak, kedves hallgatóink, nézőink, hogy erre a webkonferenciára keresztül különösen sokat készült. Láttam nála egy 570 oldalas szemléltetés szakkönyvet, amit végigolvasott, átnézett, összevetette Hammer doktor összes munkájában elhangzottakkal, hogy ott mit ír Hammer doktor, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egy akadémikus orvoslás 570 oldalnyi tudását hogyan foglalja akkor ezt olyan szinten érthetővé, és akár számunkra, laikusok számára is megérthetővé, hogy milyen diagnózisok mögött, milyen lelki megélések állnak. Láttam egész héten készülni ezt napi 8-10 órát, csak ezzel a webkonferenciával foglalkozott. Nagyon érdekes volt számomra azt látni, hogy miként tudja az akadémikus orvoslás diagnózisait Hammer doktor munkáiból emberek megélésévé alakítani, és szeretném, hogyha ezt a webkonferenciát így hallgatnánk végig, hogy kb. 800 ezer oldal velejét fogjuk most meghallgatni. Igen, ez a velő, ez 45 oldalba lett összesűrítve, és itt összesen 50 fóliába, de nézzük akkor, hogy miről lesz szó a mai nap. Tehát ott van az, hogy a szemhéről, ugye a kötőhártyáról, szaruhártyáról, inhártya, érhártya, szemlencse, üvegtest, retina, látóideg, szemizmok, könyvszervek, és a végén még valami ráadásról, azt most még nem árulom el, tessenek végighallgatni az előadást. Szóval nézzük meg, hogy ezeket a dolgokat, ha GNM szemmel vizsgáljuk, akkor ugye az első kérdés mindig az, hogy igen, de mi a DHS? Mi az, ami a szemhéj,
és a szemhéj széleit érinti. Hát ha megnézzük ezt a rajzot itten, ebben a keresztmetszeti képben, ugye? Ez a szemhéjnek a keresztmetszeti képe, mintha valakinek a szemhéját így hosszába ketté vágtam volna, és akkor látjuk, hogy itt vannak ugye a bal oldalt látjuk az izmokat, azt a szem becsukó izmot, amit itt fent is láthatunk ezen a képen, tehát ha itt függőlegesen elvágtuk ezt a szemhéjat, akkor ezt az alsó képet kapjuk belőle. Csak hogy értsük, hogy miről van szó. Tehát itt szó van bőrről, szó van kötőszövetről, izomról, minden a bőrnek a külső borításáról, tehát felhámról, alatta az írháról, és természetes, hogy aki már tudja a megfelelő szöveteknek a megfelelő konfliktusát, onnantól kezdve, aki már jártas a germán gyógytudományban, teljesen természetesnek fog tűnni, hogy a szemhéj bőrére vonatkoztatott elválasztási konfliktus lesz az, ami a szem bőrén ekcémát fog okozni, ugye, mert függőgyógyulásban marad, épp úgy, mint az ekcéma bárhol máshol, de a konfliktus az, hogy nem szeretném látni azt, amit látok. Mert ha nem szeretném látni, akkor becsukom a szemem. Így van. És ha ez a történet ugye függőgyógyulásban van, akkor ha nem ekcéma, akkor hiperkeratózisként is megjelenik, ugye akkor ha az elakadás a hegesedési fázisban történik, akkor egyre több heget fogunk visszaépíteni, de egészen egyszerűen csak szemölcs is létezhet, vagy xantelaszma, bazalióma, spinalióma, na most már tudom, hogy mindenki fogja a fejét, hogy ezek micsodák. A xantelaszma ív alakú lipid lerakódás a szemhéj bőrében, amely elsősorban az első zúg melletti területet érinti, nincs köze se a magas vérzsír szinthez, és attól függetlenül is megjelenik. Ezek ilyen kis zsír. Igen, de zsírcsomók, igen. A hiperkeratózist azt mondtam. Vannak szemölcsök, ugye hát a szemölcsök is azt jelenti, hogy elválasztási konfliktus sínen nincsen megoldva. A bazalióma az annyit jelent, hogy a bazálsejtes karcinóma, vagyis a szemhéjak leggyakoribb daganatáról beszélek, ami 45%-ban az alsó szemhéjon, 24%-ban a belső zugban fordul elő. Ez infiltratíven növekedik, tehát beszűremíti a környező szöveteket, ilyen sánszerűen felhány szélű épszövetből makroszkoposan élesen elhatárolható, és van a közepén gyakran egy besüppett rész, kifekélyesedhet nyilvánvalóan, és pörkkel fedett a spinalióma, az meg azt jelenti, hogy labhám sejtes rák. Tehát ezek szövettanú diagnózisok, nem kell tőlük megijednünk, annyi az egész, hogy le kéne zárni azt a bizonyos programot, ami ehhez kötődik. Na most, hogyha tudjuk, a bemocskoltság az az írhát érinti, és természetesen, ha egy ocsmányos mocsok látvány, amit a szememre hánytak, ugye, hány szemrehányást élünk meg, és ha ezt a szemrehányást mi mocsokolátványként, vagy bemocskoltságként éljük meg, akkor nyilván megjelenik az árpa, a jégárpa, a blefaritis, famóza, úceroza. Ez annyit jelent, hogy a szemhéj szélnek a korpás, illetve a fekélyes elváltozása. Miért? Mert még mindig az elválasztási konfliktus és a bemocskoltság. A bemocskoltság az mindig a fagyűrűgyekre hat, emlékezzünk, az pattanások is ezért alakulnak ki. Na most az árpa az a kisméretű pattanás, hogy így mondjam, a jégárpa az már egy nagyobb méretű pattanás, a blefaritis famosa, ugye ez már korpás, a hajunkra vonatkoztatott, fejbőre vonatkoztatott elválasztás is korpát okoz a fejbőrön, és amikor folyamatosan konfliktus-aktív szakaszban maradunk, akkor kialakul a fekélyes szemhéjszél. Tehát ezek mind így már gondolom egyszerű és érthető, nem kell megijedni a szakszavaktól. A herpes zoster az pedig ugye még mindig azt jelenti, hogy egy ocsmány mocsok látványról van szó. És az írhát érintette,
a bontás és a visszaépítéskor megjelenik a herpes. A fagyumirigy karcinóma, nos, én azt gondolom, hogy aki az IRHA-ról szóló webkonferenciának ott meg a bőrről szóló webkonferenciának ott megnézte, ezek a dolgok teljesen természetesek, de itt mindig látáshoz kötött megélésről van szó. Azért hagytam bent ezeket a terminus technikusokat, hogyha egy szemorvos megnézi, akkor az ő gondolatában ezek vannak bekódolva, én is így tanultam őket, de megpróbálok mindent azért lefordítani, hogy érthető legyen. Na most van a szem héjnak betegsége, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ptózis, entrópium és ektrópium. Tehát ptózis ugye leesett. A szemhéjamat képtelen vagyok felnyitni, mert félig meddig le van csukva. Látunk ilyen lelógó szemhéjú embereket, vagy az egyik, vagy mind a két szemhéjára ez megvan, és hát ugye ezek az emberek így hátravetik a fejüket, és megpróbálnak ugye a meglévő szemrésen egyenesen kinézni. És van olyan, amikor érintett ugye a szemhéj szél, és kifele ektrópium, vagy befele entrópium, az, amikor a szemhéjszél kifordul, vagy befordul, nyilván ez a hegesedési fázis miatt lép föl. Nem szeretném látni azt, ami itt történik, mert félelemmel tölt el. Ezért csukom be a szememet. És ezért húzom össze a szemhéjszélemat, mert nem szeretném látni. És amikor jön az epileptoid krízis, akkor azt úgy hívják, hogy blefarospazmus, vagyis szemhéjgörcs magyarul. Na most van olyan, amikor valakinek nyitva marad a szeme. Ez a szemhéj tökéletlen záródása, a lag of thalmus. Miért? Mert képtelen vagyok nem észrevenni azt, ami itt van körülöttem mondjuk. Mert a képtelen vagyok, az már önleértékelés. És ugye önleértékelés az bontással, sejtek bontásával jár, és a szemhéj szélében levő kötőszöveti elemeknek a sorvadása fogja ezt okozni. És amikor már fáj mindaz, amit látok, hát akkor jön a fibroma, neurofibroma, vagy Recklinghausen-kor. Ez szintén az IRHA-nál mondtam el, hogy félek a fájdalomtól, és kialakulnak azok a bizonyos, ott a bőrben zsírcsomónak nevezett elváltozások. Na ez a fibroma, vagy neurofibroma pontosan azért alakul ki, hogy a fájdalmat tudjuk csillapítani. Következőben a kötőhártya az, amiről beszélnünk kell. Ugye a kötőhártyáról tudjuk, hogy a hámja 2-7 rétegből áll, és kehelysejtek vannak benne, amit termelik ezt a mucint, és van egy lazarosztos kötőszöveti része, amit strómának neveznek. Na most a kötőhártya szintén a vizuális elválasztási konfliktus miatt indítja el a programot. Látjuk itt Hammer doktor könyvéből a táblázatban, ugye a piros mezőbe tartozik, és a DHS mindig az, hogy amíg aludtam, eltűnt valaki a szemem elől. De ez nem tartott túl sokáig, nem tartott túl hosszú ideig, és a megoldásban jön a mindenki által ismert kötőhártya gyulladás tünet, az égő, szúró érzés, idegen testérzés, a viszketés, ugye, a kötőhártya területén, és nyilván, ha ez súlyosabban megélt történet, akkor már a szaruhártyát is érinteni fogja, és akkor fellép a fényérzékenység, a könnyezés. A megoldási szakaszban pedig, ahol most mutatok, ott pedig a diffuz ödéma is létrejöhet. Tehát ezek a kórképek, amik itt föl vannak sorolva, hogy konjunktivitis, kötőhártyagyulladás, vagy hemorrágiás, az ilyen bevérzéses jelent. A herpes zoster megint csak arról van szó, hogy ezt még egy ocsmány történetként is élem meg. A papilloma vagy névusz, ezek már szövetszaporulatot jelentenek, mert függőgyógyulásban maradt. Az elválasztás, vizuális elválasztási konfliktus, melanoma, epitelioma azokra a sejtekre utal, amelyek a szövettani képben kimutathatóak. Nyilván az allergiás konjunktivitis annyit jelent, hogy sinem maradt a program, és ezért jelenik meg bizonyos körülmények között, ugye a sínek azok, amelyek mindig fognak minket emlékeztetni arra,
hogy mi az, amit még nem oldottunk meg. De ne feledjük el, hogy a kötőhártya még érintett lehet nem csak lelki tényezők miatt, hanem más környezeti hatásokra, porra, füstre, kontaktlencse viselésre, a pihenés nélküli fokozott terhelésre is ugye bevörösödik a szemünk, aki 3 napig nem aludt, annak mindig vörös lesz a szeme. A kozmetikumok is tesznek arról, hogy kötőhártya gyulladásunk legyen, vagy a szembe jutó valamilyen váladék, vagy D-vitamin hiány, tehát ezek még mindig ilyen kötőhártya gyulladással fognak járni, ezért nem kell azt feltételezni, hogy akinek most be van gyulladva a szeme, annak biztos egy vizuális elválasztási konfliktusa volt. Szóval van a betegségeknek egy másik forrása, a környezeti tényezők és a fizikai tényezők is hatnak ránk. Tehát arra akarsz utalni, hogy a germánygyógytudomány tárgykörében nem tartoznak azok a tünetek, betegségek, amelyek hátterében mérgezés, balesetek, idegen, test igen, és egy hiánybeteg, igen, és hiánybetegségek, ugye B-vitamin hiány. Igen, ezek nem a germánygyógytudomány tárgykörébe tartoznak, nagyon jól látod. És aztán annak függvényében, hogy mit tudnak kimutatni a mikroszkóppal, vagy laboratóriumilag, megnevezik az úgynevezett kórokozókat. Itt vannak például a klamidiák, amelyek átmenetet képeznek a baktériumok és a vírusok között, mert ezek mindig a sejten belüli paraziták, sejten belül élnek, de nem csak RNS-ük van, hanem van DNS-ük is, ez a különbség köztük és a vírusok között. Na mostan tessenek megnézni, hogy lehet csokorba kötni betegségeket. Mondjuk azt, hogy faringokonjunktivális láz. Ez azt jelenti, hogy van egy falat és birtok konfliktusa, vizuális elválasztási konfliktussal is a betegnek. De a diagnózis az lesz, hogy faringokonjunktivális láz. Épp megoldásban van, megoldott egy falat konfliktust, egy valamilyen birtok konfliktust, és ennyi. Vagy keratokonjunktivitis epidémika, vagyis járványszerűen jelentkezik, de érdekes, és ezt alá is húztam magamnak, hogy a terjedése valamiképpen összefügg a szemorvosi tevékenykedéssel, mondjuk szemnyomásméréssel, ilyenkor ezekkel leszoktak állni. És folytathatnám még a sort, hogy mi mindent lehet ide még behozni. A lényeg az, hogy amikor azt mondják, hogy akut hemorrágiás konjunktivitis van, tehát egy bevérzett szemünk van, akkor ez az, ami 7 nap alatt kezelve, vagy 7 nap alatt kezeletlen, spontán meggyógyul. A következő tárgyalóvalónk, én remélem, hogy eléggé sikerült ezt érthetően összefoglalni, az a szaruhártya vagy kornea programjai lesz. Hát a szaruhártya ugye még mindig arról szól, hogy a vizuális elválasztási konfliktusoknak a színhelye. Mégpedig már erősebb vizuális elválasztási konfliktusok, mint amit csak a kötőhártyát érintik. Ugye valakit elvesztettünk a szemünk elől, és mivel a szaruhártyának a felépítésében, ugye kollagénrostok, meg glükóz, aminoglikán található, ezek képezik a korneának ezek a kis lemezeit, természetes, hogy ezen fog az egész program megnyilvánulni. Mi történik egy ilyen konfliktusnál, mondjuk konfliktus aktív szakaszban? Konfliktus aktív szakaszban ugye még mindig külső csiralemezhez tartozó sejtekről beszélek. A konfliktus aktív fázisban a felületen lyukak képződnek, tehát sejthiány lép fel, és itt van a megnevezése az akadémikus orvoslásban, keratitis superficialis punctata. Tehát itt pontszerű lyukak keletkeznek a szaruhártyán. Tehát kedves kollégák, akinek ilyet látunk, ő még benne van a konfliktusban, hogy eltűnt valaki egy szeretett élőlény, tehát ember vagy állat a szem elől, mert a vizuális elválasztási konfliktusok nem az eltűnt pénztárcánkra,
vagy az eltűnt kulcsokra vonatkoznak, mindig szeretett élőlényre vonatkoznak. Amikor jön a megoldási szakasz, ugye, akkor itt a piros zónában, akkor már ezt keratitisznek nevezik, visszaépül a hámhiány és gyulladás keletkezik viszketés kíséretébe. Ugyanezt történik a bőrön is, vagy nem? Ott is ugyanezt elmondtuk. Na most, ha nem oldom meg a konfliktust, és benne ragadok a konfliktusba, akkor létrejön a fekély, a szaruhártya fekély, ulcus cornei. Ha viszont függőgyógyulásban maradok, és tehát túlságosan gyakran jön a sín, amit ugye nem oldottam meg, mint konfliktust, akkor természetesen elhomályosodás és degeneráció fog föllépni. A másodlagosan nyilván ott lesz a könyvtermelésnek a hiánya, és a keratokónusz egy nagyon érdekes történet, mert ugye a keratokónusz akkor jön létre függőgyógyulásban. Most, hogyha konfliktus aktív szakaszban bontok, aztán visszaépítek, eljutottam egészen idáig a hegesedési fázisig. Majd innen újra kezdem a bontást, és aztán megint építek, és a hegesedési fázisba még több sejtet építek vissza, és előjön egy csúcsosodás, egy kupalapú kiemelkedés, ami asztigmatizmushoz vezet. És akkor tisztázzuk akkor, hogy mi is az, hogy asztigmia, mert félreértések vannak, keringenek még az interneten is. Az asztigmia, kérem szépen, egy fénytörési hiba. És ez a törő közegeknek, tehát a szaruhártya, a csarnokvíz, a szemlencse és az üvegtestnek a görbületi eltérése okozhatja. Na most van görbületi tengely, és van szemtengely. A kettő nem ugyanaz. A szemtengely ferdülés, a kancsalság, az egy másik téma, az szemmel látható. Valakinek az asztigmiája az nem látható szemmel, az csak mérhető. Mert ugye ne feledjük, hogy a görbületi tengelye a szaruhártyának, az vízszintességben egy értéket mutat, függőlegességben persze egy másik értéket mutat. Az a lényege, hogy az eltérés az gyakorlatilag nagyon, de nagyon pici. A görbületi sugara ennek a korneának, vagyis szaruhártyának, tehát a vízszintes tengelyben, horizontálisan a 11, azt hiszem, hogy pillanat, igen, horizontálisan 11,7 mm, és vertikálisan, azaz magasságában csak 10,6 mm. Ennek a lencse, óraüveghez hasonló, hát felszínnek, gömbfelszínnek a sugara. Na most, amikor a görbületi felszín az vele születetten más lesz, tehát nem 90 fokban találkozik a vízszintes és a függőleges tengely, hanem egy másik szögben, akkor kialakul egy homályos látás. Ha viszont szerzett, éppen a keratokónuszról beszéltem az előbb, akkor csak bizonyos pontokban fog kialakulni a homályos látás, más helyeken a látás meg tiszta lesz. Nem tudom, hogy érthető volt, amit elmondtam? Igen, bár... nagyon érdekes az összefüggés, hogy mennyi apró részleten múlik a látás, igazából az döbbentek meg, és nagyon-nagyon tetszenek ezek a képek, amikkel más megvilágításban látványosan bemutatod azt, hogy ezek a problémák hogyan mutatkoznak meg, és mit lát az az ember, akinek ilyen programjai vannak. Nagyon köszönöm, külön a képeket. Hát igyekeztem. A szklera, vagy inhártya, ugye, az folytatása a szaruhártyának. Itt látjuk Hámer doktornak a képén, hát az, ami elől van, ugye az a szaruhártya, ami pedig hátrafele folytatódik, és bent a szemgödörben körbeveszi a szemet, ugye ez pedig az inhártya, vagy szkléra. Azért is hívják szklérának, mert ugye fehér színű kötőszövet, 1 mm vastag, átlátszatlan. Na most ide természetesen, hogy az oldalról érkező
az oldalról érkező vizuális elválasztási konfliktusok fognak becsapódni, és vagyis ez azt jelenti, hogy a perifériáról. Tehát ha valaki előre néz, bent van a fókuszban az, amit lát, és természetesen a látótérben még sok minden mást is lát. És ha kötőszövet sorvadásról van szó, akkor önleértékelést élek meg, mert valami a perifériából eltűnt, egy szeretett élőlény eltűnése miatti önleértékelés viszi a szklérát a sorvadásba, majd amikor megoldódik a konfliktus, ugye akkor jön az episkleritis, a kisfokú, és szkleritis, hogyha eléggé nagyfokú ez a gyulladásos folyamat. Az ekvátor az egyenlítőt jelent, tehát az egyenlítő előtti területekben, tehát ott, ahol mutattam, ott lesznek ezek a gyulladásos foltok, és ezek ritkán előforduló korképek. Az érhártya, a sugártest és a szivárványhártyát együtt szakmailag úgy hívják, hogy úvea. Az úvea az valójában szőlőszemet jelent, mert úgy néz ki, mint egy vörös szőlőszem, ugyanis az érhártyának köszönhetően nagyon vérbő hártyáról van szó, gyakorlatilag az egészen az érhártya felől kapja a vérellátását. Innen kapja a vérellátását, ugye a retina. A retinának nagy szüksége van megfelelő mennyiségű vérre. Na most a sugártest az a részlet, az a képlet, amiben az érhártya folytatódik, és ebből ehhez kötődik a szivárványhártya, vagyis ami adja a szemünknek a külső színét. Ez az egész középső burok, enteroidea nevet kapott Hammer doktortól, mivel hogy ez a belső csíralemezből származik, ami tudjuk, falat konfliktusokkal foglalkozik. Na, a fényfalat megszerzése, vagy attól való megszabadulás, akkor itt már teljesen természetes dolog, és amikor belenyúlok egy sötét ügybe, vagy éppen benne vagyok egy sötét ügyben, akkor ez az egész elindítja az említett részeken, megfelelő helyen a szövetnek a szaporulatát. Itt látjuk a képen, hogy hogy néz ki, ez a szövet szaporulat éppenséggel a szivárványhártyán indul el. Nyilván, hogyha ez rövid ideig tart, akkor alig észrevehető a szövet szaporulat, de a lebontáskor jelennek a gyulladásos tünetek, amit már úgy hívunk, hogy iridociklitis, mert az íris is, meg az íriszt, vagyis a szivárványhártyát rögzítő sugártest is érintett, ezért iridociklitis, és a fájdalom közelre nézéskor erősödik. Az iridociklitisnek az akadémikus orvoslás mindig keresi a forrását, és akkor elküldik az ember, a prostatájától a fogászatig mindenütt végignézetik, hogy hol van a góc. Kérem szépen, a góc az a meg nem oldott, illetve pont az a megoldott feladat, az a megoldott konfliktus, hogy belenyúltam egy sötét ügybe, de már kiléptem belőle. Baráti körben volt, előfordult ez az iridociklitis, és amint megismertem a germán gyógytudományt, rögtön rájöttem, és tudtam is, hogy akkor ők valami sötét ügyben sántikáltak. Amikor ez mind megoldódott, akkor kialakult az iridociklitis barátomnak az arcán, de az semmiképp nem engedte, hogy az urológus megvizsgálja. Ez azért mégis egy pozitívum. Szóval valahogy ő se látta józan paraszti ézzel az összefüggést, a prostatája és a szeme között, azt mondta, hogy itt semmi kapcsolat nem lehet a kettő között, tehát ő azt nem engedi meg. Na most itt a fénykerülés és a látás csökkenés különböző mértékű lehet természetesen. Amikor azt mondjuk, hogy retinitis, ez azt jelenti, hogy átterjedt az érhártya gyulladása a retinára is, hát ezek igencsak vékony-vékony kis hártyácskák, és ugye
mint mondtam, szoros kapcsolatban van az érhártya a retinával, hiszen a vér ellátását innen fogja kapni. Van egy nagyon érdekes történet, ugye a melanóma, az érhártya melanóma, a leggyakoribb rosszindulatú szemen belüli intraokuláris tumor. És ugye annak függvényében, hogy az illető mennyi ideig ül benne a konfliktusban, milyen mélyen érte meg, ez meg fogja határozni a tüneteit is. Ahogy a kora ideában lépel 85%-os gyakorisággal, de mi okozza? Ez az, amikor azt élem meg, hogy látni se bírom, rá se tudok nézni, mert meg akarok szabadulni még a látványtól is, mert ez az egész egy ocsmány kép, és itt már valóság, álom, illúzió, egy és ugyanaz a szemünk, illetve az agyunk számára, és ha csak elképzelem, hogy hogy nézhet ki az az elütött döglött állat az útszélén, vagy éppen az istállóban, akkor ez a látványtól való megszabadulás igénye el fogja indítani ugye belső csiralemez, enteroidea, a sejteknek a szaporodását, és ugye a megoldásban történik a lebontás. Nyilvánvaló, itt nem kezességről beszélünk, hanem jobb oldalt el szeretném kapni azt a bizonyos dolgot, a bal oldalon meg szeretnék szabadulni tőle, és ez okozza a sejtszintű szaporulatot. A szemlencse egy teljesen kristálytiszta ér és idegmentes szövet, és a szemgolyó hátsó csarnokában található, átmérője 9 mm, vastagsága 4 mm, és ilyen ellipszoid alakja van. A szemlencse nagyon erős vizuális elválasztási konfliktusra fogja beindítani a programot, ha valakit elveszítettünk a szemünk elől. Nagyon jellemző például az, hogy amikor a gyermek elmegy egyetemre, akkor a nagymama azt éli meg, hogy elvesztette a szeme elől, már nem jön be minden délben hozzám adni egy puszit az unokám, és mikor egy hónap múlva visszajön, hát akkor megoldja a konfliktusát. A konfliktus aktív szakasz alatt annyi történik, hogy a lencse nekrózisa lép fel, de ettől a látásunk még tisztább lesz. És a megoldási szakasz lesz az, ami az átmeneti elhomályosodást, tejszerű látást fogja okozni, amire megpróbáltam itt alól képeket is hozni. A folyamat ugye többször ismétlődik, függő gyógyulásban marad, akkor kialakul ez a szürke homály, amit itt látunk a képnek a jobb alsó sarkában, és ne feledjük, hogy kortizon sugárzás szintén okoz szürke hályogot. Az egyik leggyakoribb szembetegség pontosan a szürkehályog. A szürkehályogról ennyit szerettem volna elmondani, illetve azt, hogy a Hameri góca ennek a vizuális elválasztási konfliktusnak a nervus trigeminusban van. Az előbb is mutattam, hogy a Hameri góc a trigeminus első ágában, vagyis a ramus oftalmicusban található, és ennek a szemlencsének semmi köze nincsen a látó központhoz, a szemlencsének a sorvadását és visszaépítését, tehát ez az ideg irányítja, és nem a látó központból kapja a megfelelő parancsot. Az üvegtest a szem belsejét kitöltő kocsonyás gél struktúrájú tiszta anyag, és optikailag csak nem teljesen tiszta. Ennek a vázát kollagén rostok biztosítják, és ez hialuronsav csatlakozik, ami megköti az üvegtestnek a víztartalmát, ami ugye 98%-ot tesz ki. Na most az üvegtestnek a rostjairól sok mindent
feltételeztek, ugye az üvegtestben olyan vizsgálatok folytak, hogy megpróbálták kimutatni nem csak a rostokat, hanem egyéb anyagokat is, de itt egy állandóan változó, összetételű, hát mondjam azt, hogy biológiai anyagról van szó, ahogy azt Szent Györgyi Albert professzor is megfogalmazta továbbfejlesztett koncepciójában, az, hogy az üvegtesti struktúra egységesen nem definiálható, hisz az élet folyamán állandóan változik. Azt látjuk, hogy hátul a retinával áll kapcsolatban, elő pedig a szemlencséhez tapad, és megvannak a tapadási pontjai, ahol a szemüregben, tehát a retinával és a szemlencsével kapcsolatba lép. Az akkomodáció, vagyis az, hogy én élesen lássak távolra és közelre, még mindig elméleti szinten mozog az akadémikus medicinában. Itt a lencse függesztő szallagokról és a lencse rugalmasságáról lenne szó a feltételezések szerint, de egy másik feltételezés szerint azt mondja, hogy az előrefelé elmozduló üvegtestnek az előretolt szemlencse optikai hatásának is tulajdonítják az akkomodációt, vagyis hogy az üvegtest is hatna a szemlencsére. Most ebből teljesen természetesen következik, hogy az üvegtest nem magától fog hatni a szemlencsére, csak is akkor a szemizmok összehúzódnak, és a szemgolyót alakváltoztatásra kényszerítik, de erről majd a távollátás és a rövidlátás kapcsán mutatok képeket. Van egy szakorvosi fogalom, ez a PVR, proliferatív vitreoretinopátia, vagyis magyarul azt jelenti egy olyan összefoglaló kifejezés, ami a retinának és az üvegtestnek a sejt szaporodására vonatkozó, hát összefoglaló megnevezés, és ami ugye a idegkártya leváláshoz vezet. Az idegkártya leválás egyik következményének azt tartják, hogy az üvegtest elmozdulása, az üvegtestnek a változása lesz az, ami lehúzza a retinát az érhártyáról. Az üvegtest leválásakor ilyen repülő legyek, homályok keletkeznek, és ha a retina is érintett, akkor fényvillanással járhat az egész történet. Most én mutatnék néhány képet, hogy hogyan vesszük észre az üvegtestnek a leválása, nem üveg, hanem üvegtest leválás, bocsánat. Ugye az üvegtest leválása homályokat fog létrehozni a látóterünkben, ha pedig degeneráció lép fel, mert az idő során azért átalakul ez az egész üvegtest, akkor ilyen szöszmötöket fogunk látni ezen a fogunk látni, hogy kinézünk a fejünkből. Az ideghártya vagy a retina képét hozom itten, a mikroszkopikus képét, ugye, ez egy 10 rétegből álló, 10 sejtrétegből álló hártya, és itt látjuk lent az alapján ugye a pigment epitéliumot, ez egy különálló hártya, a többi 9 pedig mondjam úgy, hogy az egybe tart. A fény az innen érkezik fentről, ahol a sárga nyilakat látjuk, és hatni fog a fényérzékelő sejtjeinkre, színesben látjuk a csapsejteket, mellettük jobbra és balra látjuk a pálcika alakú sejteket, a csapsejtek a színes látás, a pálcika sejtek a fekete-fehér, vagyis a sötétben való látáshoz szükségesek. A retinának van egy olyan része, a sárga fold, fovea centralis,
ahova gyakorlatilag a szemlencse által közvetített kép oda fókuszálódik. Tehát az lesz a központi része ennek a ideghártyának, és mivel azért sárga test, mert xantofil pigmentsejtek vannak benne, és sárga a színe valójában is, amikor retina szakadásról van szó, akkor a 9 réteg egyben marad, és az egy réteg, mert külön, láthatjuk, hogy ezek is fejlődéstani okból máshova és máshova tartoznak. Figyeljük meg, hogy itt is van gliasejt, ugyanis a retinát, mint kihelyezett agykérget emlegetik a neurológusok, és az ideg rendszerben is ugye idegsejtek és gliasejtek foglalnak helyet. Most tudjuk, hogy a gliasejteknek a lényege a támasztó és tápláló szerep. Láthatjuk is, hogy a nyúlványaival az egész retinát átszövik és létrehozzák azt a külső és belső hártyát, ami az ő feladatuk. Amikor megtörténik a fénynek, vagyis a képnek a becsapódása a sárga nyilak felől, akkor a fóvea centrális, vagyis a sárga folt, vagy makulának is nevezzük, ugye ebben létre fog jönni, ingerületbe kerülnek a megfelelő fényfogó sejtjeink, és a fényingert ideg ingerületté alakítva továbbítják majd a látóközpont felé. Az retina szemfenéki képét, ha megnézzük itt bal oldalon, akkor azt látjuk, hogy itt középen van a sárga folt vagy makula, tehát itt lesz a képnek, a látott képnek az átdolgozása idegingerületté, és tőle jobbra látjuk a vakfoltot, vagyis azt a részt, ahol abszolút nincsenek fényérzékeny sejtek, mert itt gyűlnek össze a retina teljes területéről az idegvégződések, és innen lesz a folytatás, amit itt a másik képen már látunk úgy, mint nervus opticus, vagyis látóideget. A retina leválásnak is látjuk itt a képét, vagyis a következőkben pontosan ezekről a dolgokról fogunk beszélni. A makula degeneráció az a legsúlyosabban megélt vizuális elválasztási konfliktus, ami ugye nem áll meg a kötőhártya, szaruhártya, szemlencse magasságában, hanem direkt a makulára hat. Ugye ne feledjük el, hogy az önleértékelésnél is a legsúlyosabb önleértékelés az a csontokra hat, a legenyhébb pedig a zsírszövetre. Tehát itt is a megélésnek az ereje eldönti, hogy a szem melyik rétege lesz érintett a vizuális elválasztási konfliktus során. Itt a pigment epitélium degenerációja fog bekövetkezni, ugye mutattam a pigment epitéliumot, és azt mondja a szakirodalom, hogy van száraz és exudatív forma, nyilván, hogy a száraz forma az még a konfliktus aktív szakaszt jelenti, az exudatív forma pedig az már a megoldási szakaszról szól. És ezért exudatív, mert ugye vízgyűlem lép fel, láthatjuk, hogy a megnevezések azért exudatív fázis, exudatív forma ugyanaz, mint a germán gyógytudományban. A szubjektív tünetek nagyon fontosak, és tessenek megjegyezni, ha ilyen tünetek vannak, akkor el kell nagyon gondolkodni, hogy érdemes-e tönkretennem a szememnek a legérzékenyebb és legfontosabb részét, vagy leállítom ezt a nagyon súlyosan megért vizuális elválasztási konfliktust. Ugye először egy homályos területet lát a paciens, és ez a homályos terület mindig ott van, ahova néz. Ez a centrális látáskárosodásnak lesz a jele. És aztán a tárgyak töredezettekké válnak, vagy a vonalak, az egyenes vonalak elgörbülnek, végül a látás teljesen lecsökken. Ha pedig beáll a vérzés, ugye akkor teljes elsötétülés lesz, és azért ez azért eléggé riasztó tünet. Na most, hogyha rövid időn belül megoldja a konfliktust, akkor visszatér a látása a betegnek.
A függőgyógyulásban viszont tompa látás maradt fent. A kép pontosan a centrális látáskárosodásra utal, tehát amikor a fovea centralis, a retina középpontja érintett, és ezek a hullámos töredezett képek, ezek felkiáltó jelként szolgálnak, hogy feltétlenül állítsuk le ezt a vizuális elválasztási konfliktust. És az, hogy ez tényleg rövid időn belül képes a gyógyulásra, ezt családi példán belül is tudjuk igazolni, hogy teljesen visszatért a látása annak a családtagnak, aki rövid ideig azt élte meg, hogy a szeme fénye eltűnt a szeme elől. Most valóságállom illúzió az egy és ugyanaz a biológiák számára, ezt már többször elmondtam. Mit lehet ilyenkor csinálni, hogyha tényleg eltűnt valakinek a szeme fénye a szeme elől? Hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyen se kötőhártyagyulladásunk, se katarakta vagy szürke hályog, se makuladegeneráció. Kérem, a szeretett személynek vagy szeretett állatnak a fényképét tessenek kitenni a ház minden sarkába. És akkor ez a kép már emlékeztet arra, hogy a szeretett személy ott van, tehát mindenképpen leállítja a programnak a konfliktus aktivitását. A germán gyógytudomány archaikus varázsdallamát, a más studentem Mégyent, aki ismerés hallgatta, azt tudja, hogy az optikai sín az, ami leállítja a dallamnak a hatékonyságát. De itt a konfliktus pontosan az, hogy eltűnt a szemem elől. Tehát látnom kell ahhoz, hogy megoldjam azt, ami nekem DHS-t jelentett. Tehát azért kell kitenni itt a fényképét az eltűnt, szeretett személynek vagy házi kedvencnek, hogy a szemünk helyre tudjon állni. És nyilvánvaló, ez még csak egy, hát hogy mondjam, egy nagyon alapszintű megoldás. A lényeg az volna, hogy ezt érzelmileg is zárjuk le. De segít a biológiánkban, a gyógyulási szakaszban, ha mindenképpen ott van ez a fénykép az eltűnt személy vagy szeretett kedvencről. Ismét behoztam ezt a képet, mert ugye mondtam, hogy a vizuális elválasztási konfliktus, ez ugye érinti a szemünket, illetve bizonyos látványhoz, látáshoz kötött intenzív megélések, szemrehányások, de van még a vizuális elválasztási konfliktus mellett a hátulról jövő félelem, ami biza a szemünkre fog, illetve a látásunkra fog hatni. Hammer doktor ugyanebben a munkájában a következőket írja. A DHS a hátulról érkező félelemkonfliktus veszélyt jelent, amelyet nem látunk, amely hátulról fenyeget, vagy utánunk settenkedik, és nem tudunk tőle megszabadulni. A konfliktus aktív fázisban ekkor hámeri gócot találunk a jobb vagy a bal oldali látókéregben, a nyakszirti lebenyben, a retina relében. Ez egy bizonyos retina relé látóképességének egyre súlyosabb gyengüléséhez vezet. A megoldási fázisban nem csupán a látókéreg hámeri gócában alakul ki ödéma. Az inhártya és a retina között is ödéma keletkezik, amely retina leváláshoz vezet. A tünetek itt is a repkedő legyek lesznek, ugye sötét homályok tömegének a megjelenése, villámlátások, ezek csak bevezető tünetek. Aztán jön a látótér kiesés, és a centrális látás kiesése, mert ha a makula érintett. A látótérnek a felső kiesése az azt jelenti, hogy a retina alsó részén vált le a retina alsó része vált le. Miért? Mert mindig fordított kép keletkezik a retinán. És ezért van ez, hogy a látótér felső része, ha kiesett, az azért van, mert a retina alsó része érintett. A centrális látás kiesése az a makulára hat. Na most,
Ha oldalsó retinaválás történik meg, és több recidíva, többször megtörténik ez a, ugye mindig mondom, hogy policiklikus lefolyással, akkor a szemgolyók meghosszabbodnak annak következtében, hogy a retinaleválás nem gyógyul meg teljesen, kérgesedik, ugye hegesedési fázisról beszélünk. Ennek következtében a szemgolyó tengelye meghosszabbodik, és kialakul a rövidlátás. Viszont, hogyha hátsó retinaválás történik, és csupán néhány recidíva becsapódása történik meg, akkor a kérgesedés miatt a szemtengely az legrövidül, és kialakul a távollátás. Nézzük ezeket képeken, hogy miről is szól a történet. Ugye szóltam arról, hogy a retina leválása azzal kezdődik, hogy egyszer látunk repkedő legyeket, de a végén megjelennek ezek a sötét foltok, sőt, villámlátás is megtörténik, sőt, látótér kiesés is megtörténik. És ez egy nagyon figyelmeztető tünet, mert akinek látótér kiesése van, az ugye itt láthatjuk, hogy az a gyereket nem veszi észre, aki valójában ott van, csak a labdát fogja az úttesten meglátni. Tehát itt nagyon komolyra kell venni a megoldást. Viszont a rövidlátás és távollátásnak a javítása, tessék. Épp erre szeretnék felkérdezni, figyelmetes volt számomra az előző kép, ha megtennéd, hogy még egyszer beraknád velem, hány jogosítványon rendelkező ember szenved ezzel a problémával, tehát hogy azért ennek a nem csak a saját magunk egészsége és biztonsága a kockázata, hanem az is, hogy más emberek biztonságát, testépségét veszélyeztetjük. És így végigfutott a hátamon a hideg, amikor ezt a képet megláttam, hogy milyen kockázatokkal jár egy látótér kiesés, mennyire fontos lenne ezeket a tüneteket, panaszokat időben észrevenni. Na de ha már kialakult, mit tudnánk tenni, hogy javítsunk ezen? Mi oda is eljutunk, egyszer még tisztázzuk a retina érintettséggel kapcsolatos tüneteket és hátterüket, és itt jön be a rövidlátás és távollátás, ugye? Ezt láthatjuk ki jobb oldalt, azokat az ábrákat, amelyek mutatják számunkra, hogy milyen a rövidlátó, milyen a, bocsánat, a fenti, a rövidlátó, a középső, a távolra látó szem, és legalul látjuk a normális szemtengelyt. Illetve, hogy képben, hogyha a jobboldali képet nézzük, akkor ez az illető, ez rövidlátó, mert látja a sofőr, de nem látja, akik hátul vannak. Ez viszont, aki a baloldali képet látja, az természetesen, hogy ő meg távollátó, mert aki közel van hozzá, azt nem látja tisztán. Na most nem akarok kitérni a szemtornára, a weblapon megtalálható, hogy hogyan kell csinálni, bevezetéssel, tornagyakorlattal. A lényeg az, hogy ezekkel a szemizmokra hatunk, és a szemizmoknak a hatására meg fog változni a szemnek az anatómiai alakja. És ezért fogjuk tudni szemtornával javítani a rövid vagy távollátást is. Az üldözési mánia, még mindig hátulról jövő félelmekről beszélünk, vagy paranoia, azt jelenti, hogy a látó központba csapódik be a félelem. Itt van a hámeri góc. Mégpedig mindkét retina, vagy egyik retina és másik üvegtestnek a reléjébe van a becsapódás. És a lényeg az, hogy aki üldözési mániában szenved, az egy teljesen megoldható viselkedésváltozás, mert aki hallotta a legutóbbi más studenten Méhen előadást, ott éppen ehhez hasonló történetről is beszámoltunk. Itt a biológiai értelem pont abban van, hogy a páciens
kitér mindenkinek az útjából, akit ő veszélyesnek vél. De ez biztosítja számára a túlélést, mert az a megélése, hogy őt hátulról folyamatosan követik, és ez a hátulról jövő félelmet ábrázolja ez a kép. Nagyon szomorú, hogy a paranoiás emberekre is hát mindenféle vegyszert rá erőltetnek, és aztán valójában zombik lesznek, mert a félelmük az nincsen megoldva. A különböző szembetegségek, ismét Hammer doktor munkájáról, a következőt olvashatjuk a hátulról jövő félelmekről. Tehát ez a, amikor különös aspektussal rendelkezik ez a hátulról jövő félelem, tehát mint az előbb is láttuk, hogy azt élem meg, hogy rablók követnek, életemre törnek, ugye? A látókéreg középvonal melletti rész lesz érintett, és azt jelenti, hogy az ember a félelmét a szemem mögött érzékeli. És minden, ami a szaruhártya mögött van, az ugye hátul van. A konfliktus aktív szakaszban az üvegtest részlegesen elhomályosodik, mert érintve lesz ugye az üvegtestrelé. És a biológiai értelme az, hogy a gyakorlatilag csőlátóvá alakuljak ki, és előre nézek. Nézzük, gondoljunk a nyúl és a róka esetére. Ha a nyúl folyamatosan a számára hát veszélyt jelentő rókát figyelné, akkor nem tudná elmenekülni, mert ledermedne a félelemtől. Azért alakul ki konfliktus aktív szakaszban, üldözéskor nála a csőlátás, hogy el tudjon menekülni. Ilyenkor oldalt elhomályosodik a látása, de előre teljesen tisztán lát, elmenekül, és utána a megoldásban minden helyreáll. A megoldásban alakul ki a zöld hályog, tehát a zöld hályog az üldözési konfliktusnak, a hátulról jövő félelemnek a megoldási szakaszában áll, és ha valakinek ez folyamatos, akkor azt jelenti, hogy függő gyógyulásban van, vagyis érzelmileg nem oldotta föl. Na most a zöld hályog az a megoldási szakaszban átmenetileg fog csak megjelenni, és gyakorlatilag átmeneti lesz az ödéma és a glaukóma, vagyis a magas szemnyomás. A probléma, még egyszer mondom, az, hogy maga ez a félelem nincs feloldva. Volt olyan paciensünk, aki 20 éven keresztül félt attól, hogy elmennek és elszámoltatják, ez a hátulról jövő félelem, bármikor betoppanhatnak és megnézik, hogy csak az első 1 milliót ne kérdezzék meg, hogy miből szedtem össze, ugye? És ez a félelme, ez folyamatosan fenntartotta nála a megoldási szakaszt és a glaukómát, a magas szemnyomást. Na most a beavatkozásnál itt nagy óvatosságra int Hammer doktor, mert azt mondja, hogy se a konfliktus aktív, se a megoldás követő fázisban nem szabad lézerrel beavatkozni, mert visszafordíthatatlan roncsolások lépnek fel az üvegtesten ebben az esetben, és pontosan azért, amikor az ödéma a látóidegen keletkezett lyuk miatt nyomást fejt ki hátrafelé. A glaukómáról hoztam egy-két képet, nagyjából így lát az a beteg, akinek elsötétül, aki csőlátó lesz, és láthatjuk ezen a képen, amit internetről hoztam, a normális látás a közepes médium glaukóma és az egészen előre haladott csőlátó hogyan látja a világot. Tehát itt nagyon is oda kell figyelni arra, hogy ezt bizony kezelni kell. Na most, hogy alakul ki a glaukóma? A történet egyszerű, meg kell értsük, hogy mi az, hogy szemnyomás.
Ugye a szemnek van egy artériás középnyomása, amilyen nyomással a vér betódul a szem szövetébe, aminek már van eleve egy intraokuláris, tehát egy szemen belüli nyomása. És a kettőnek a különbsége fogja megadni a szemnek a perfúziós nyomását, vagyis azt, hogy mennyi vér tud keringeni a szembe. A normális szemnyomáshoz ugye a csarnokvíz termelése el kell vezetődjön. Tehát a csarnokvíz az termelődik, itt van a termelési helye, a corpus ciliare, vagyis a sugártest lesz az, ami termeli, és gyakorlatilag neki ez a feladata, hogy termeli a csarnokvizet, és ezáltal biztosítja az intraokuláris nyomást. Na most ez a víz innen, ami termelődik, az vagy a slem csatornán kijut a szemgolyó vénájába, vagy pedig, itt a másik rajzon láthatjuk, az in- és érhártya közti vénákba fog ez a csarnokvíz befolyni. Ezzel jön létre az intraokuláris nyomás. Na most a szemnyomás nyilván akkor fog megnövekedni, ha az elfolyás akadályozott. Tehát ha lezárul ez az átvezető rész a szemlencse és a szivárványhártya között, hogy a hátulsó szemzugból, az előső szemzugba bejuthasson a folyadék, és innen tovább ugye a megfelelő helyre a slemcsatornán keresztül. Ha itten hegesedés lép fel, vagy éppenséggel a két, az in- és érhártya közti behatolásban, trabekulumnak nevezik, ha ott történik elváltozás, és nehezített az elfolyása ennek a folyadéknak, hát akkor nyilván, hogy emelkedni fog a szemnyomás. A beteg annyit tud csak, hogy ilyen bizonytalan, feszítő érzést tapasztal a szemében. Na most a glaukómát a medicina egészen sejtszinten dolgozza fel, és azt tapasztalják, hogy a ganglion sejteknek a felgyorsult ütemű pusztulása lép fel. Emlékezzünk, hogy ezek a ganglion sejtek azok, akik támasztó szerepet és tápláló szerepet töltenek be. Ezek az apoptózis az azt jelenti, hogy programozott sejthalál, de ilyenkor ez a retinának a ganglion sejtjei nagyobb méretben pusztulnak, mint ahogy ez normálisan elfogadható lenne, és mivel megemelkedik a szemnyomás, ezért leállítja a ganglion sejteknek a nyúlványában, főnyúlványt axonnak hívjuk, leállítja a különböző folyamatokat, ami viszont ugye az idegsejt táplálásához szükséges. Ez a veszélye a glaukómának, a kezeletlen glaukómának. A nyitott zugú glaukóma tehát arról szól, hogy a kialakuló ugye keringési rendellenesség nyomja a látó idegnek a tövét, amire Farmer doktor is felhívta a figyelmet, és létrehozza ezáltal a látóidegben az axonoknak a károsodását, mert ugye ráadásul ez a szemnyomás, ez nem állandó, hol, tehát napszakos változása is van, és ezért hol erősebb, hol gyengébb a hatása a szem idegre, a nervus opticusra. És amikor meg ez, amit említettem, ez a trabekuláris rendszer, ugye nyitott zugú glaukómában záródnak a pórusai, akkor a sejten kívüli anyag átépülése miatt a folyadék áteresztő képessége csökken, tehát a szemnyomás növekedést fog eredményezni. Ha viszont a szivárványhártya, amit mutattam, a csarnokzugot teljesen elzárja, akkor természetes zárt zugú glaukómáról beszélünk, és itt a szemnyomás jelentősen meg fog emelkedni.
Hammer doktor egy példát mond a glaukóma kialakulására. Egy hölgy páciens sötétben megtámadott egy férfi a metróról hazavezető úton, és meg akarta erőszakolni. A páciens egyidejűleg több konfliktus szenvedett el. Amikor el akart futni, és hátulról követte a férfi, hátulról érkező félelem konfliktust élt át. A páciens évekig a visszavisszatérő recidívákról szenvedett, tehát a konfliktus évekig aktív volt, mert mindig ugyanazzal a metróval utazott a munkába, és utána haza. Hát így van. Télen is, amikor korán sötétedett, a bokrok mögött egy settenkedő férfit vért látni. A hölgy nem sejtette, hogy ez konfliktusin volt, amely miatt szemének üvegteste elhomályosult, és zöld hájúval alakult ki. Hát ezért kell tisztázni és megoldani ezeket a félelmeket, hogy a szemünk világát ne veszélyeztesse semmi. Nagyon fontos a látóidegnek is az épsége, mert ugye ha a látóideg nem ép, akkor nincsen, ami közvetítse ezeket az ingerületeket. A retrobulbáris szakasz az azt jelenti, hogy a szemidegnek a szemgolyó mögötti szakaszában, tehát rögtön itt a tövénél található egy optikus glióma, ami szövettanilag neurofibróma. Természetes, hogy itt egy olyan intenzív és hosszantartó félelemről szól a DHS, amitől nem tudok megszabadulni, mint látvány. Nem tudok megszabadulni attól egy hosszantartó félelem, amit látok. És ezek a betegek úgy szokták felidézni, hogy lelki szemeim előtt még mindig látom azt, hogy. Tehát nem elég, hogy már régen megtörtént, mozizik. Még mindig újra nézi az egészet. És innentől kezdve a látvány elleni védelemként ugye ki fog alakulni a gliaszövetnek a burjánzása, amit neurofibrómának neveznek. Mert hogyha megtörtént egy ilyen konfliktuson, és rövid időn belül ezt feloldottuk, akkor gyakorlatilag mindenféle tünet nélkül megússzuk a problémát. Azaz a megoldási szakaszban ilyenkor alakul ki a neuritis retrobulbaris, vagyis gyulladásos tünetek fognak kialakulni akuttan, mégpedig nagy fokú látásvesztés, a szemfenéki kép közel normális, és a régi mondás, ezt minden szemorvos tudja, a beteg nem lát semmit, az orvos sem lát semmit. Tehát, mert itt szemfenéki képben nem szól bele, minden törőközeg teljesen tiszta, de a beteg nem lát semmit, és az orvos sem lát semmilyen elváltozást, mert az ő látása a szemfenéknél véget ért. De, mint mondtam, ez a történet, ez már a szemgolyón kívüli történet, ezért nem lát az orvos semmit. Na most, ha nem csökken a gyulladás, és függő gyulladás alakul ki, akkor lesz az atrófia nervi optici. Tehát akkor teljesen elsorvad a látóideg. Ha viszont a látóideget, a látóideggel kapcsolatban levő meningeummal is kialakul, vagyis az agyburok adott része, akkor ezt nem kellene piszkálni. Mert egy nagyon, hát két hete olvasott történet, egy hölgynek a meningeoma, látó ideg melletti meningeoma miatt hősiesen behatoltak az agyalapra, és megoperálták a meningeomáját, de ugye ő a látványtól, vagyis a DHS-t még mindig nem oldotta meg, a történetét nem akarom elmondani, de megvolt a konfliktus, és természetesen recidivált, majd a második műtét kapcsán a meningioma operációja oda vezetett, hogy félszemére megvakult a páciens, és ráadásul
ugye a látóidek kereszteződés mögött van a hipofizis vagy agyalapi mirigy, az is megsérült, tehát innentől neki megfelelő hormonokat szednie kell. De ha leállítjuk a félelmet, és leállítjuk azt a történetet, ami ezt az egészet fönntartja, akkor minden magától rendeződik. Ezért mondom, hogy tisztázzuk a félelmeinket, és zárjuk le békével a napjainkat. A pongásos papilláról csak azért szólok, mert ez egy ideggyógyászati tünet. Ugye minden ideggyógyász szemfenék vizsgálatra elküldi a beteget, hogy lássák, hogy milyen a papilla. Tehát az a pont, ahol a ideg, a látóideg ugye létrejön. A nagyon lényeges, mert az eseteknek a túlnyomó részében a koponyán belüli nyomásnak a jeleként szerepel a pangásos papilla. A szemmozgás zavarokról röviden, tömören fogok csak szólni, mert a kancsalságról már szó volt a vese kapcsán is. Csakhogy. Az a kancsalság nem az a kancsalság, amit itt látunk. Az a kancsalság kifele, oldalra néző kancsalság, és az mindig az elhagyatottság, a magányosság érzése miatt alakul ki. De ez a gyermek, amint látjuk, ez a bal szemével befelé néz. Miért? Mert bénult a megfelelő szemmozgató izma. Itt látjuk a szemmozgató izmokat, van 4 egyenes és 2 ferde szemizom. A problémája az, hogy folyamatosan fél az oldalra tekintéstől. Nem mer a gyermek oldalra tekinteni, és ez konfliktus aktív fázisban izombénulást okoz. Emlékezünk a haráncsikolt izmoknál, a bénulás azt jelenti, hogy konfliktus aktív szakaszban van még mindig a program. És a félelem feloldását minél hamarabb meg kellene ejteni, tehát tisztázni kéne, hogy mi a félelme a gyereknek, megejteni, és természetesen itt is az arhaikus varázsdallam sokat segítene, ha a gyermek ezt hallgatná. Ne feledjük, hogy a gyermekek látása nem a felnőttek látása, ők lehet, hogy több mindent látnak, mint a szüleik. A szemtekerezgés vagy nisztagmus a szemgolyónak az akaratunktól független ritmikus mozgása, ugye rezgésszerű mozgásról beszélünk, és az a lényeg, hogy úgy néz ki, mondhatnám, mintha indexelne valakinek a szeme. Ezek a rezgések, ezek lehetnek igencsak feltűnőek is, de lehetnek egészen apró, kicsi rezgések, amelyek gyakorlatilag alig észrevehetőek. A lényege az egésznek arról abban áll, hogy tisztáznunk kell, hogy mérgek, narkotikumok, alkohol okozza ezt az egész szemtekerezgést, avagy valamilyen megoldatlan félelem, ami ezt az egész mozgást létrehozza. Természetes, hogy oldalról jövő félelemről lehet szó csak is, mert a szemgolyó jobbra-balra kileng. Ez a szemtekerezgésnek a lényege. A szemtekerezgést is tudják szemészetileg vizsgálni, hogy hogyan jön létre, és az akadémikus szakkönyvek is leírják, hogy lehet fiziológiás és lehet patológiás. És például, ha valaki mozgó vonaton kinéz, akkor, és utána befordul, akkor látni fogja a többi ember, hogy a szeme az még rezgő mozgást végez, hiszen folyamatosan követjük azt, a újabb és újabb dolgokra fókuszálunk egy mozgó vonaton. De a
patológiás esetben azért meg kell nézni, hogy milyen mozgással kapcsolatos konfliktus nincs feloldva. Ahogy a helyzetjelzésünkhöz a halló egyensúlyérző ideg, a 8. pár agyideg fejlelős, az egyensúlyérző része, és ha az egyensúlyjal kapcsolatos konfliktusainkat nem oldottuk meg, akkor az ebben a szemtekerezgésben megnyilvánulhat. A könyvszervekről annyit tudunk, ugye, hogy van könyvtermelő könyvmirigy, ennek a váladéka ugye lemossa a szemet a pislogással, majd itt a könycsatornákban összegyűl a könyv, majd bemegy a könyvzsákba, és azon keresztül az orrüvegbe érkezik, ahol a belélegzett levegővel természetesen elpárolog, mint ahogy a porlasztóban, a karburátorban is a benzin elpárolog. A könyvmirigynek van kivezető csatornája, és van egy mirigy állománya. A kivezető csatornának, ugye, mint minden csatornának, a bélése az ektodermális, vagyis konfliktus aktív szakaszban ez tágulni fog. A konfliktus ugyanaz, hogy akarom, hogy lássanak, vagy nem akarom, hogy lássanak. Ez a konfliktus az, a nagyon akarom, vagy nagyon nem akarom, hogy lássanak. Nyilván, ha bujkálni szeretnék, akkor nagyon nem akarom, hogy lássanak, hogy észrevegyenek. És ehhez viszont elindul a könycsatornának a tágulása, és a könyvmirigynek a sejtszaporodása. A könyvmirigy az ugye endodermális, az mirigy állomány, tehát itt konfliktus aktív szakaszban ez a mirigy acinózus rész szaporodni fog. Tehát ez a sárga mezőhöz tartozik. A sárga mezőhöz tartozik. A fokozott könnynek az elvezetéséhez viszont a csövek megkitágulnak, és természetes, hogy ez a két dolog egyszerre fog megtörténni a szervezetünkben. De amikor megoldottam a programot, akkor a könyvmirigy felesleges sejtjei le fognak bomlani, ugye, és a könycsatorna pedig visszafog épülni. Na most a lényeg az, hogy ezt a programot, ezt csak egyszer futtattam le, vagy esetleg minden héten kétszer ezt lefuttatom, mert ugye akkor ki fognak alakulni bizonyos változások, amit majd a következőkben mondok el. De nézzük, Hammer doktor milyen példát írt a könyvszervekkel kapcsolatosan. Egy festő nem talál galéria tulajdonost, ezért senki nem látja a képeit, a munkáit nem tudja eladni, így nem tudja megszerezni a falatot, a bevételt. Vagyis ebben az esetben falat konfliktusról van szó, mert nem tudja megnézetni a képeit, aminek az eladásából pénzhez jutna. De nézzük ezt a történetet egy másik feldolgozásban. Még mindig az a program, hogy akarom, hogy lássanak, vagy nagyon nem akarom, hogy lássanak, de most már függő gyógyulásban maradunk, tehát nem egyszeri programról van szó, hanem a lényeg az, hogy függő gyógyulásról beszélek. Na ez viszont a könycsatorna tágulása, visszaépülése miatt könycsatorna szűkületet hoz létre, ugye? És ezért a könyv ki se tud jutni a könyv kivezető rendszerből, avagy ha megtermelődik, akkor nem tud elfolyni a levezető rendszerben. A könyvmirigyben konfliktus aktív fázisban, ugye sejtszaporodás, majd lebontás, szaporodás, bontás történik, vagyis ugyanúgy elsorvad, mint ahogy azt a pajzsmirigynél is elmondtam, és akkor már kialakul a száraz szem. Tehát összefoglalva, ha a könyv nem tud elcsorogni, mert a könyv gyűjtőcsatorna összeszűkült, akkor nyilván nedves lesz a szemem, illetve konfliktus aktív fázisba, ameddig futtatom
ha nagyon akarom, vagy nagyon nem akarom, hogy lássanak konfliktust, addig ez a könnyezés folyamatosan fennáll. Amikor kiszárad a szemem, az azt jelenti, hogy a hosszú ideig fennállt függőgyógyulást megoldottam, vagy még mindig benne vagyok, és ezért lesz más a helyzet. Na most Hammer doktornak az esetét, ha átfogalmazom, akkor arról van szó, hogy egy festő csak időnként talál galéria tulajdonost, máskor nem, ezért nem tud megnyugodni, hogy a képeit, munkáit el tudja adni. Így hol van bevétele, hol nincs. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek hát nagyon intenzív változást tudnak elindítani a biológiánkban. És van még egy megbeszélni való, mégpedig a fénynek a hiánya. Nyilvánvaló, hogy a fénynek a hiányát nem a szemünk, hanem az idegrendszerünk fogja érzékelni. A szem csak közvetíti a fénynek a hiányát. És mi történik ilyenkor? Amit azt a hormonális rendszer összefoglalásában elmondtam, a tobozmirigy a fényhez kötött konfliktusnak a helye. Itt látjuk a tobozmirigyet, glandula pinealis a neve. A tobozmirigynek a konfliktusa az, hogy hosszú ideig nem láttam nappali fényt. Kik azok, akik hosszú ideig nem látnak nappali fényt? Hát nagyon banális és egyszerű variációkat tudok felsorolni. Nagyon sok olyan multinacionális cég irodaházában vannak olyan ablaktalan, mesterséges fényen megvilágított irodák, igen, amelyekben nem lát az ott dolgozó napvilágot. Gondoljunk csak azokra a borongós, hideg időszakokra, amikor az ember még sötétbe megy dolgozni, igen, és már sötétbe jön ér haza. Igen. Nekem is volt egy ilyen kellemetlen időszakom, még egy ilyen helyen dolgoztam, bár nekem voltak ablakaim, nem is egy. De nagyon fájt az, hogy sötétbe megyek és sötétbe jövök. Teljesen felháborodtam azon a felismerésen, hogy már 3 hete nem láttam a napot, a napfényt. Igen, és képzeljük el, aki folyamatosan éjszakai műszakban dolgozik, az nappal alszik, és éjszaka meg műfényben van. Vagy azok a bányászok, akik folyamatosan hát lent vannak a csarnokokba, de nagyon sok olyan a munkahely van, ami sötéthez kötődik, gondoljunk csak azokra az informatikusokra, azokra az őrzővédő kameráknak a kezelőszobáira, ahol csak mesterséges igen, fény van. Tehát az agyunknak nem mindegy, hogy mesterséges fényt kap, vagy napfényt kap, természetes fényt kap. Tehát ez egy nagyon lényeges rávilágítás, hogy nem lehet átverni a tobozmirigyet, hogy ez mostan egy utánzat, vagy pedig tényleg természetes nap vagy világítás. De a fényhez kötött konfliktusról van szó, akkor meg kell említeni azokat az eseteket is, amiket én úgymond vállalva a dolgot csak a sötétben tudok elintézni. És beszéljünk csak azokról a dolgokról is, amihez szükség van a sötéthez. És most mindenkinek a fantáziájára bízom a további átgondolást, de mindenképpen azt is mondjuk, hogy valami kiderül, rávilágítanak, rossz fényben világítják meg a dolgokat. A szójárásunk, a szóhasználatunk is, és mennyire benne van. Ez így van, és hát nem részletezem a tobozmirigyet, mert ez bent van, mint mondtam, a hormonális rendszer összefoglalásában. A lényeg az, hogy ilyenkor ugye egy pinealóma nő, vagyis a tobozmirigynek a sejtszaporulata lép fel, ami egy adenokarcinoma, a megoldásban viszont tuberkulotikusan elsajtosodik és létrehoz egy kavernát, a pedig rövid
időszakonkkal, rövid időszakonként éljük ezt meg, akkor ezek a kavernák és elmeszesedések ilyen mézgrízt fognak létrehozni. Vagyis itt még mindig van egy endodermális eredetű szervünk, a tobozmirigy, ugye hát ez még ősi agyhoz tartozik, a harmadik szemnek a helyéről beszélünk. Elméletileg van egy jobb oldala, ami azért van, hogy a fényt fogadja, a bal oldala pedig azért, hogy megszabaduljunk a sötétségtől. Ez egy nagyon lényeges felismerése Hammer doktornak, az ő könyvéből idéztem. Egyéb forrásokból viszont kiderül, hogy a hatása az endokrin rendszerre nagyon, de nagyon összetett, és főleg gátló jellegű a hatása ennek a tobozmirigynek. És hogyha az agyalapi mirigy fölött is ott van a tobozmirigy, tehát képes a tobozmirigy az agyalapi mirigyre hatni, akkor sok minden érthetővé válik. A hasnyálmirigyre, mellékpajzsmirigyre, nemi mirigyekre is hat, és a gátló jellegű a hatása, ugye akkor érthető, hogy a Simmons-kor, amit ugye akadémikusan úgy magyarázunk, hogy vérellátási zavar okozza, akkor már érthető, hogy ez a vérellátási zavar pontosan attól fog föllépni, hogy nem jutottam természetes fényhez. És van egy ismerősünk, aki tényleg a műfényben dolgozik, és bár reklamált, hogy szüksége lenne egy ablakra, neki nem csináltak ablakot, egész nap műfényben dolgozik, és a reggel megy, és este megy haza, és bizony a hipofízisnek, az agyalapi mirigynek az elégtelen működését kimutatták, hormonpótlásokat kap, és gyakorlatilag a fogamzó képessége is akadályoztatott. Tehát mindez, amit itt elmondtunk, ez ennek van valami alapja. Amikor a webkonferenciát elkezdtük, arról két kérdésemről számoltam be, hogy igaz-e az a mondás, hogy a szem a lélek tükre. Igen. És vajon igaza volt a Szentek Szüperinek, hogy igazán jól csak a szívünkkel látunk, és nem a szemünkkel. Amikor a látás fontosságára gondoltam, arra következtetésre és felismerésre jutottam, hogy a nézett és látott dolgok között óriási különbségek is lehetnek. A szem látja a világot, az agy képé alakítja, de a mindig analizáló elme teremti látványát. Az elménk által teremtett látványt pedig nevezhetnénk úgy is, hogy látszat. Igen. A szem által közvetített információt tehát valami formába rendezi. Az elme vagy a lélek teremtette formába. Nem az a kérdés, hogy mivel nézek, hanem az a kérdés, hogy mivel látok. Ha az elmém látására hivatkozom, akkor mindenben meglátom azt a rosszat, azt a nem kívánatosat, amitől messze akarom magam tartani. Így a legszebb hófehér lap síkjában is meglátom a hibát, a foltot, észreveszem az éles szélét, és már félve nyúlok felé, nehogy összegyűrődjön, nehogy folytassa rajta, nehogy megvágja a lapszél az ujjamat. És amúgy is, milyen fontos, hogy tudnék én egy tiszta fehér lapra felírni. A fájdalmaim, a kudarcaim és a belső békétlenségeim hosszú sorát úgysem tudnám egyetlen lapra leírni. Ahhoz túl kicsi, túl kevés egyetlen fehér lap. Az örömeim számára pedig, hát azok száma annyira eltörpültek a problémáim, gondjaim mellett, hogy ezt leírva kevés lenne. Alig pár sor, ehhez pedig túl nagy, túl sok, mondhatni, óriási ez a fehér lap. Ezt gondolja az állandóan analizáló, kockázat elemző elme. De hogy lát a lélek? Ahogyan
Antoine de Saint-Exupéry mondta, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A látás tehát nem csupán az információ befogadását jelenti, hanem teremtést is jelent. Mert akkor, amikor az elménkkel látunk, igazából a valóságunkat teremtjük. Mindazt, amit az elménkkel látunk, nem csupán a külső, de a belső világunknak is a részét képezi. Az elmével való látás gyakran olyan, mintha egy nagy, óriási, sötét napszemüvegen keresztül kémlelnénk a világot. Minden csalódással, félelemmel egy újabb, sötét napszemüveget teszünk a már meglévő elé. Egészen addig, amíg teljesen el nem feketedik előttünk az amúgy fényesnek mondott jövő. De néha épp szemekkel is lehetünk vakok. Félelmeink sötétjében botorkálva elfelejtünk látni. Ilyenkor érzelmi vakságban szenvedünk. Néha akarattal, máskor pedig tudatlanul, de vakká válunk. A világ tele van érzelmi vakokkal. Férfiak, akik nem látják a feleségük boldogtalanságát. Nők, akik szemet hunynak a férjük túlhajszoltsága fölött. Szülők, akik gyermeknevelés közben szem elől tévesztik az igazi emberi értékeket. Emberek, akik napi 3-6 órán keresztül a televízió szemfényvesztő műsorait nézik. Úgynevezett felnőtt emberek, akik nem látják be, hogy az életük minden sikertelenségéért nem lehet csak a szülőjéket felelőssé tenni. Azért mondtam, hogy csak úgynevezett felnőttek, mert ők még gyermekek, akik nem akarják tudomásul venni, hogy a szüleik akkori látásmódja más volt, mint ami most divatos. A világon sok olyan ember él, aki önmagában nem veszi észre a haragot, a meg nem bocsájtást, aki a másik emberben keresi a hibát. A vakok azok a haragosok is, akik nem látják meg, hogy a haragosukkal akár barátok is lehetnének. Vak az a függő, aki nem látja a saját függőségét. Azt hiszi, hogy ő kontrollálja a poharat vagy a szert. És vakok a látszat kapcsolatban élők is. Pedig azt remélik, hogy ha kívülről minden tökéletesnek tűnik, akkor már minden rendben van. Mert a látszata fontos. És ne felejtkezzünk meg azokról a vakokról, akik örök konfliktus kerülésben élnek. Akik inkább eltakarják a szemüket, szemet hunynak a dolgaik fölött. És a majd meglátjuk, egyszer majd féle mondatokba kapaszkodva próbálnak túlélni. A biológián pedig arra reagál, ahogyan az elménk látja azt, ami van. Gondolkodtak már azon, hogy vajon mindebből mit vennénk észre, ha az elménk helyett a lelkünkkel látnánk? A lelkünkkel látnánk, észrevennénk, hogy a párunk életünk vagy fáradt, hogy boldogtalan, hogy állatot visel, hogy nem merül maga lenni előttünk. De ehelyett az elménkkel csak a munkahelyről való panaszkodások, felszínes információk, meg nem valósult dolgok foglalják le figyelmünk fókuszát. Vajon szembetűnő lenne így, hogy a családtagjaink hogyan élnek, mit éreznek, ahelyett, hogy azt kémlelnünk a Facebookon, hogy mit csinálnak. Amikor egy ismerősünkre, barátunkra nézünk, vajon meglátjuk-e, hogy baja van, hogy leplezi az érzelmeit egy új autóval, nagyobb házzal, vagy egy drága kirándulással? Akkor, ha a lelkünkkel látnánk, vajon hagynánk-e szeretteinket és önmagunkat a káprázat és az illúziók világában vakon bolyongani? Vagy végre figyelmünket rászegezni a valós célok felé vezető útra. Ahhoz, hogy a lelkünkkel is lássunk,
Bizony, le kellene szednünk egyesével ezeket a fekete napszemüvegeket. Ahhoz, hogy az elménk által teremtett illúzió fekete fáklyát is le kellene vetnünk. Ezt mindannyian tudjuk. De nem merjük. Mert félünk. Mi történik, ha mindezt megteszem, mások meglátják a hibáimat, a sebezhetőségeimet, amit még magam elől is takargatok? Sokan azt mondják, hogy ez a fajta vakság önvédelem. De szerintem ez nem igaz. Mert nem attól félünk, hogy ezeket a takargatott dolgainkat mások meglátják bennünk. Valójában az elme fél attól, hogy a kedvenc játékát, az önállítás eszközének hatalmát veszíti el akkor, ha lelkünkkel látjuk azt, ami valójában létezik. A közhely tehát mégis igaz. A szem a lélek tükre. És jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan. Ha a szemünkkel nézünk, és a lelkünkkel látunk, látnánk, akkor szembetűnő lenne a lényeges, ami a szemnek láthatatlan. Mert csak a lelkünkkel látjuk meg azt, ami már nem illúzió, hanem azt, ami valójában létezik. Azt, akik mi valójában vagyunk.